Sziasztok! Gondolom láttatok már olyan üzleti videókat rendezvényekről, ahol az öltönyös üzletépítők ilyen hatalmas nagy csekkekkel villognak a színpadon, és így, amin ugye ilyen horrorisztikus hatalmas nagy összegek vannak, és akkor ezzel így menőznek, hogy ők ennyi pénzt kerestek. És ez biztos, hogy nagyon sok emberben ilyen utálatot, meg megvetést vált ki, hogy először is, hogy rohadjon meg, hogy ő annyi pénzt keresett, ugye nagyon sok ember így gondolkodik. A másik meg az, hogy jó, ezt kihiszi el, persze ez biztos, hogy csak azért csinálják, hogy minél több embert így bepalicsassanak ebbe a mindenki által utált emelem üzletbe. És most én is egy hasonló dolgot fogok csinálni, egyébként nagyon rühelem az ilyen tömegrendezvényeket, ahova eleve fel kell öltözni szépen öltönybe, nyakkendőbe, és én sem vagyok a híve ezeknek a ilyen nagy cseklobogtatásoknak, mert én nagyon szeretem az egyszerű dolgokat, meg nem szeretem az ilyen menőzésnek mondható dolgokat, de most én is menőzni fogok, de kicsiben. Oké? Tehát arról fogok beszélni, hogy miből lesz a passzív jövedelem, és én ugye még nem tudok nektek olyan hatalmas nagy összegről csekkeket mutogatni. Most megmondom őszintén, kisebb csekket se fogok mutogatni, se a bankszámlámat, mert egyrészt ez az én dolgom, de ami ennél fontosabb, hogyha én most elkezdeném mutogatni, hogy nekem mennyi volt a bónuszom, jutalékom, tehát ennyi és ennyi pénzt kerestem ebben a hónapban az üzletből. Itt szerintem két véglet van, így az emberek nagy részének a gondolkodása szerint. Az egyik az, hogy ez az összeg, ez kicsi, teljesen mindegy a szám, de kicsi. Valaki azt mondja, hogy ez kevés, akkor azt mondja, hogy ezért minek dolgozni, azután, hogy én hazamegyek hullafáradtan a munkából, tele a hócipő mindennel, utálom a világot, utálok mindenkit, és mert rohadtul utálok dolgozni járni, és akkor még én otthon dolgozzak, ráadásul emelem üzletbe, amiért engem utálni fognak az ismerőseim, mert ez egy ügynöki munka, meg nyomulás, meg amúgy se kell senkinek az a sok termék, csak azért árulják az emberek, mert ugye ezért kapnak pénzt, mert amúgy nem jók a termékek. És ugye nagyon sokan így gondolkodnak. Tehát, hogyha mondjuk kicsi az összeg, akkor amit esetleg így villogtatnék nektek, akkor erre ez lenne az egyik. Hát ennyi, minek dolgozni? Hát persze, ugye, mert mindenkinek egyszerre kell a sok pénz. Azonnal lásd, hiteles videó az előzőbe. Az bizony örömmel fölveszik az emberek gondolkodás nélkül elég sokan. A másik az, hogyha mondjuk mutogatnék baromi nagy összegeket, akkor erre meg azt mondanák, hogy jó, az Photoshop-olva van, meg van szerkesztve a kép, hazugság, meg a másik rohadjon meg, hogy ennyi pénzt keresett, biztos lopta. Ez a másik véglet. De most ez a videó, ez főleg azoknak szól, akik nem, hát főleg inkább azoknak szól, teljes mértékben mondanám, akik nem így gondolkodnak, mint az előbb említett réteg, ami hát remélem egyre kevesebb lesz, mert ugye gondolom, tudjátok milyen az, amikor így hallasz két embert beszélgetni, elmegy egy nagyon szép autó, és elkezdik szidni a családját az illetőnek, hogy na, ennek honnan van, remélem, hogy lerobban a következő sarkon, oké? Tehát nem ezeknek a mentalitású embereknek csinálom a videót. De nem fogok nektek pénzről beszélni benne, hogy most én mennyit kaptam, mert teljesen fölösleges. Azt fogom megmutatni két ilyen képernyőmentésben, hogy az én hálózatomban milyen változás vagy mozgás történt ebben a hónapban, és most azt mondja, hogy szeptember 4-e van, és megmutatom, hogy eddig mi történt benne. Az egész dolog az tegnap pattant ki a fejemből, hogy én most csinálok egy ilyen videót, mert bementem mondják ezt így sok cégnél, hogy back office, tehát van egy ilyen internetes felület, ahol így tudod monitorozni azt, hogy mi történt a hálózatodban, mikor jött a jutalékod, ott tudsz terméket rendelni. Tehát van egy, az embernek adnak így egy jobb emelem cégnél egy ilyen saját kis back office, hát háttériroda, nem tudom, hogy fordíthatom ilyen háttérirodának, és tehát beléptem a DXN-es rendszerembe, és mondom, nézzük, hogy esetleg van-e valamilyen promóció, ilyen termékakció, ami szokott néha lenni a DXN-nél, de nem erre épül a DXN üzlet. Mondom, nézzünk szét, mondom, rámegyek már arra is, hogy mi történt a hálózatomban, és meglepődtem, mert azt mondja, tegnap ugye a harmadika volt, és előző hónapban, megmondom nektek, úgy azt hiszem, hogy talán az előző hónapban nem volt olyan mozgás, hogy új tagregisztráció. De mai hónapban nézem, új tagok listája, majd most itt bevágom, ott van egy fő. A neveket azokat látjátok, hogy kisatíroztam meg a tagsági kódjukat. Bár a tagsági kódjukat igazából ott hagyhattam volna, csak nem tudom, hogy ők akarnak-e üzlettel foglalkozni, mert egyébként lehetne hozzájuk csatlakozni ez alapján. Az én nevemet azt látjátok, ott van, nem titok, ott van a tagsági kódom is, a szponzorkódnak is hívják. És nézem a zászlócskát, hát az bizony egy belga nemzetiségű valaki. Megnéztem a nevét, fogalmam sincs, hogy ki az, se képen nem láttam, se telefonon, se messengeren, sehogy nem beszéltem vele eddig, és láttok ott egy számot, valami, azt mondom, ami 103, az azt jelenti, hogy hát leadott egy rendelést,
aminek annyi a pont értéke. Ebben most nem fog itt belemenni, meg köröket rajzolgatni, mert nem szeretek ilyen marketing terv bemutatókat tartani, de az a lényeg, hogy leadott egy rendelést az első olyan regisztrációjával együtt, és a termékeknek, amiket vásárolt, annak annyi a pont értéke. Tehát nem 100 forintba került, nem is 100 ezer forintba, meg nem is az a jutalika. Jó, az csak ott van, úgy jelzésképpen én mutattam nektek, aki esetleg már így ismeri az MLM dolgokat, vagy nagy Isten adott le már rendelést, vagy most épp hálózatomba tartozik és nézi, akkor neki így ismerős lesz. Belgium. Fogalmam sincs, hogy ki az. Ugye csináltam egy olyan videót, hogy éppen pár napig rohadtul semmit nem csináltam, mert egyszerűen így helyre kellett rakni egy dolgot az agyamba, nem foglalkoztam a DXN üzlettel, tehát ilyen minimális szinten csak, és akkor jött alattam, nem is tudom, több regisztráció is. Arról most nem csináltam éppen képernyőmentés, mert lehet, hogy nem tudnék visszamenni pár hónapot, de nem is az a lényeg. Ezt is ugye vagy elhiszi valaki, vagy nem az én problémám. Jó, ez volt egy ilyen, tehát eddig egy regisztráció. Jó, lehet, hogy ez így is marad ebben a hónapban, az is lehet, hogy még jön 100, nem lehet tudni. Jó, ez volt egy regisztráció. Meg aztán néztem, hogy hát rendelte alattam valaki, és hoppá, hát akkor most erről itt lesz megint egy ilyen képernyőmentés, és akkor megnézzétek, hogy a neveket, hogy a kisatíroztam, a tagsági kódokat is, a szponzorkód a végén az enyém, de lehetne másé is a hálózatomban ott. És megint csak ott vannak ilyen pontértékek, ami azt jelenti, hogy ennyi pontértékben adott le terméket. Jó? Tehát látok ott különböző zászlócskákat, hogy milyen nemzetiségűek az illetők. Van köztük magyar, akkor ugye ott van ez a belga illető, meg azt hiszem, hogy egy holland, ha nem tévedek, azt hiszem, hogy egy holland valaki. Ezek közül az egyik tag, ugye, aki azt mondja, hogy kékkel ki van emelve, ő az, aki ebben a hónapban regisztrált, új tag. A többiek ők régiek, és azt kell tudni róluk, hogy itt közülük van, akivel e-maileztem, tehát megkeresett, hogy érdekelnék a termékek, vagy valami kis e-mail kapcsolat volt, telefonon egyikkel sem beszéltem egyébként, azt arra emlékszem, de ha kellett volna bármi, tehát nagyon szívesen, de én senkit nem hívogatok. Illetve volt ott egy holland úriember, akivel szerintem vele is e-mailben kommunikáltunk, de már nem emlékszem. És ők korábbi csatlakozóim, hát szerintem van, aki már akár egy évvel ezelőtt is, vagy még régebbi. És ők is így leadtak rendelést. És ezek a rendelések hogy kerültek beadásra? Kellett-e nekem ehhez abban a pillanatban valamit csinálni, hogy ezek a rendelések így megtörténjenek alattam? Tehát abban a pillanatban nem kellett. Nem hozzám fut be úgy a rendelés, hogy XY rendelt ennyi doboz ganoderma, spirulinát, kávét, kakaót, teát, akármit, vagy szappant, vagy fogkrémet, mit tudom én, amit akar, morinzit. Hanem ezt ugye van egy központi iroda minden országban, és hát minden országban, ahol már a DXN így, de mindegy, mondjuk így, hogy minden országban van egy központi iroda, és ott rendesen dolgoznak emberek, akik azt mondják, hogy jó, légy szíves, ezeket a csomagokat, vagy a termékeket pakold ebbe a csomagba, kap egy listát róla, még nem láttam személyesen, hogy működik, de gondolom így. Jó, és akkor becsomagolod szépen úgy, hogy ne törjön össze, hogyha olyan ráírjuk névvel, címmel ellátva, és a futárszolgált kiviszi. Tehát ezt nem én állítom össze, ezt a csomagot, nem én dolgozok vele. Már egyébként, hát az egy elég nagy meló egyébként, így egy nem is tudom hány száz, hány több ezer, meg több tízezer rendelést így összepakolni, tehát van rá jó pár emberük. Jó? Nem nekem kellett vele foglalkozni. Abban a pillanatban. És maguktól adták le a rendelést, mert megtanulták, beregisztráltak, valaki megkérdezi, hogy kell rendelést leadni, megtanítom neki, egyébként elég magától értetődő, mert is szinte egy pontról pontra végigviszi ez az online háttériroda, hogyha mondottam, ez a back office, nem tudom, hogy mondjam jobban. Ez a rendszer így végigviszi a rendeléseket, a kutyuskáimat nézem közben, legelésznek, meg mászkálgatnak, meg henyélnek itt a kertbe. Arany életük van, meg nekem is. Jó, tehát semmiben nem került, maguktól leadják az emberek a rendeléseket. Mondjuk, hogy annyi munkám volt velük, hogy esetleg az elején, akinek voltak kérdései a csatlakozás során, vagy termékekről, vagy hogy kell rendelést adni, nagyon szívesen segítettem, megtanítottam rá. De utána, miután megtudod, hogy kell leadni, ugye fogja szépen, elmegy és leadja a rendelését. És hogy nem megy el, hanem otthonról leadja a rendelést. Vagy bemehet személyesen is, hogyha van a közelben egy ilyen kiszolgáló iroda. De ahhoz, hogy ezek az... És ugye mit kellett csinálni ahhoz, hogy az emberek engem megtaláljanak? Hát ahhoz, hogy ők megtaláljanak, én mondom, hogy mondanám azt is, hogy 100% online építem az üzletem. Esetleg mondjuk mondhatjuk, hogy 99%-ban, mert hogy ahol járkálok, ott elég feltűnően fel van matricázva az autóm, vagy a pólóm is éppen, vagy a biciklim is. Tehát rákérdezhetnek az emberek, vagy ugye, hogyha valaki bejelöl Facebookon, egyből látja, hogy hát ez valami rosszban sántikál, ez valami házaló gyerek, de néha rákérdezgetek, hogy mi az, amit iszok, és akkor ugye nagyon röviden elmondom, csak a kérdésre válaszolva, nem marketing terbemutatót tartva. És esetleg, hát ezért mondom, talán 1%-ba építem így offline, vagy így face-to-face, hogyha valaki megkérdezi.
És na, hogy találtak meg ezek az emberek? Hát úgy, hogy csinálok ugye, videókat, blogokat, képeket, meg még ki tudja mit az internetet. Tehát rengeteg, ahol lehet, online jelen vagyok, és a honlapom linkjeit, ugye a honlapokat azokat, a legtöbbet azt már én raktam össze, van, amit nem, de én pofozgatom, én rakom fel a blogokat, meg fejleszgetem, minél jobbak legyenek. Ezeket én csinálom. Tehát itt itthonról szépen, rövidgatyában, atléta trikóban, vagy ha tél van, akkor egy melegítő felsőben. Jó, erősítem az ujjaimat. Tehát itthonról kényelmesen az interneten csinálom, úgyhogy nem áll fölöttem senki, nem mondják, hogy jó, most mehetsz szünetre, most ezt csináljad, de már is csináld meg, mert ennyi a határidő, meg ezért nem jó, javíts ki, ugye, mert hát nyilván kijavítom, hogyha valamit elgépelek, vagy folyamatosan javítgatja az ember a dolgait, nincsen főnököm ebben az üzletben. Tehát ehhez, hogy ezek az emberek engem megtaláljanak, ahhoz dolgozni kellett elég keményen. És mondtam itt, hogy külföldiek, hogyha megnézitek a YouTube videó leírásaimat, minden videómban szoktam írni valamilyen kis blogbejegyzés félét, ilyen összegzést, vagy hogy miről lesz benne szó. Néha kicsit más is benne van, mint amit elmondok, mert utólag esetleg több eszembe jut, hogy valahogy nem úgy jön ki a videóban, hogy mert itt nincsen előttem script, hogyha itt szétnézek, akkor tehát most nem fogok körbe mutogatni, mert itt akkor el kéne pakolni, mert rendetlenség van. De nem nincsen nekem így leírva listára pontokról a pontra, hogy mit fogok elmondani a videóban. Nem szeretem az ilyen megtervezett, nagyon megtervezett, óravázlatos dolgokat. Tehát ezeken munkám volt, és ha meglátjátok, hogy a külföldiek az angol nyelvű oldalam alapján találhattak meg engem, vagy angol nyelvű videóim alapján, és a magyarok is természetesen ott van az a KB Királyos oldal. Jó? Tehát ez volt az egyik, hogy ugye így találhattak meg engem, és hogy tudok én is nektek mutogatni, nem csekkeket lobogtatok, hanem most ez is persze, igen, ja, is a képek, látjátok, hogy megvan szerkesztve, oda van ráírva, hogy ebben a hónapban alattam regisztrált, vagy új regisztráció, mondjuk az ott volt, csak így összevagdostam, mert volt ott egy-két fölösleges oszlop, ami úgy gondoltam, hogy nagyon hosszú lett volna, meg az senkit nem érdekel, meg olyan dolgok, amiket nem kell nektek így látni, mert fölösleges, hogy mit tudom én, ez milyen utazási promócióba számít bele. Jó, tehát egy kicsikét így megvágtam a képet, tehát szerkesztett kép, de nem úgy, hogy én átszerkesztettem a számokat, de ha valaki azt gondolja, hogy átszerkesztettem, gratulálok, pacsi, kapcsolt ki videót, menjél másfele. Jó, nem kell akkor nézni. Úgyhogy ez így működik, és látjátok, hogy ez ugye nem egy olyan, hogy így akkor az ember most így elkezdem így tekergetni, lefesik, hogy jön, és sok név, sok rendelés, tagregisztráció, van olyan is, hogy kell tekerni, mert többen annyian adnak rendelés, hogy nem fér rá egy oldalra. Ugye ez így egyenlőre kicsi, de akkor van nagyon jó két magyar közmondás, hogy egy sok kicsi sokra megy, és szerintem ez igaz, baromira igaz. Meg aki a kicsit nem is, jó, újra, mert aki a kicsit nem becsülje, nagyot nem érdemli. Ez így indul, ugye? Hasonlítsuk egy bolthoz, amit az ember kinyit. Először bemegy egy néni, egy bácsi, megvesz valamit, utána elmondja, hogy figyelj, már itt nyílt a sarkon egy bolt, nagyon kedves az eladó, jók az áruk, menj be, közel van, stb. Ajánlják, és egyre több vásárló lesz. Jó, tehát mondjuk ehhez tudnám így talán legember közelében hasonlítani egy MLM üzletet, egy ilyen hálózatépítéses üzletet, hogy az elején bizony elég kevés, vagy szinte nulla pénzt keres az ember, nagyon kevés a vevője, de aztán folyamatosan beindul. És sok kicsi sokra megy, ugye? Tehát ezért mutatom én meg nektek, és azért merem én ezt így megmutatni nektek, öltöny nélkül, atléta trikóban, összepötyögtetett fallal, meg festést igénylő korláttal, tehát nem csillog, villog itt minden, nincs parasztvakítás, tehát így egyszerű emberként azért merem ezt így nektek megmutatni, mert így ember közelibb az egész. Hogy ne azt lássa már valaki, hogy igen, vannak akik baromi sikeresek, és nekik már mondjuk fullosabb a lakásuk, vagy odafigyeltek jobban a festésre, hogy ne kenjék össze a falat, stb. Esetleg öltönybe szeretnek járni, bármi más, és ők már azt a szintet tudják mutatni, amit elértek. Én még nem értem el azt a szintet, és én nem mutatom meg, viszont nem is bújok el a fa mögé, vagy akárhova, hogy jó, én még nem tartok ott, én inkább nem ismerek semmit mondani, mert ez ciki, mert még nem vagyok, nem keresek vele baromi sok pénzt. De szerintem pont erre van szükség, hogy az ember lássa azt is, hogy ez a csávó, ez olyan, mint én, teljesen hullámpalából van a kerítés, mert éppen az egyenlőre megfelel nekem. Tehát nem kőgazdag, nem úgy kezdett emelem üzletbe, hogy kőgazdag, nem volt pénze befektetni az üzletbe, nem is kell befektetni. Érted? Tehát ezért mondom, hogy én azért mutatom nektem a kis dolgokat, mert ezzel fogtok ti is indulni, hogyha érdekeltiteket az üzlet. Nem az lesz, hogy oké, akkor most kihagyok x évet, és majd, ha rohadt sok lóvét keresek, majd akkor megmutatom. Mert akkor kimarad egy csomó lépés belőle, és szerintem akkor lesz egy parasztvakítás jelleg az egésznek. Meg ha valaki online csinál, tehát
valamilyen szinten, ha valaki ezt csinálsz az üzletet, és az internetet kihasználja, van egy kis esze, akkor mutatni kell szerintem a lépéseket, hogy honnan jutottam el hova. Nem tudom, ez most az én gondolatmenetem. Remélem úgy kapizsgáltok, hogy miről van szó. Tehát én azért mutogatok nektek ilyen kis dolgokat, mert most ez történt. Most egyébként én lennék, sőt leszek is, a legboldogabb, hogyha azt mondom, hogy figyelj, gyerekek, több mint 1000 tag indult be, 2 szintet ugrottam az üzletbe, vagy 1000 tag lépett be, 2 szintet ugrottam az üzletbe, 5 milliós a bónuszom, mit tudom én. Tehát baromi szívesen el is fogom mondani. Jó, de most egyelőre ennyit tudok nektek megmutatni. Mert én például olyan vagyok, ez a sok kicsi sokra megy, meg aki a kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli. Most egyelőre az 5 forintos a legkisebb pénz. Ha én találok 5 forintot, én lehajolok és fölveszem, és baromira örülök neki. Mert én ebben szocializálódtam. Mikor a strandon is találtunk, még régen a medence alján búvárkodtam kisgyerekként, és ki volt szórodva a pénz. Hát hú, kincset találtam, én így örültem neki. Látok olyanokat is, akik mondjuk rohadtul csórók hozzám képest, de nem, mert haigálják el a pénzt. Nem tanították meg nekik otthon, hogy az, hogyha még egy párat összeszedsz, akkor veszel egy táblacsoki gyerekem. Jó, tehát én ilyen vagyok. Én ezért mutogatom ezt meg nektek. És ugye, hogy kaptam egy olyan visszajelzést, ezen így mosolyogtam, hogy amióta beindult az iskola, mert ugye tanár vagyok, azóta így megnövekedett a videóhím száma. Hát mondom, itt a kapuzárási pánik, és hogy tanárként emelem üzlet. Mi ez? Mert ugye mondják nagyon sokan, hogy azok a rohadt lusta tanárok egész nyáron nem csinálnak semmit, meg azt én is tudnám csinálni, nem nagy dolog tanárnak lenni, meg naplopók, na most akkor nektek nagy pacsi, igen, szerintetek olyan baromi jó egy tanárnak, hogy mondjuk a mindenki által utált emelem üzlettel foglalkozik. Tehát amúgy is nagyon sokan rühelik a tanárokat, lenézik, van egy diplomán, nem tud semmit, csak ott magyaráz a táblánál, stb. És még ráadásul emelem üzlettel is foglalkozik. Tehát most gondolj bele, hogyha egy tanárnak olyan rohadt sok pénze lenne, mint mondjuk Németországban, mondjuk 1 millió fölött keresnek, magyar forintra számítva, én úgy tudom, lehet, hogy annyi pénzt keresik, nem csinálnám azon. Egyébként biztos, hogy csinálnám most mai fejemmel, tudtira csinálnám a DX-et akkor is. Na akkor lehet, hogy nem lenne rá annyira okom, hogy csináljam. Meg más országokban más a téma, így az egész oktatási rendszerrel kapcsolatban. Akkor most mondanám, hogy ha szerintetek annyira jó dolgom van egy tanárnak, akkor otthon még így szabad idejében miért csinál mondjuk ilyen videókat. Jó, tehát egy kicsikét így azoknak is mondom, hogy így kacsintok egy kicsikét, akik azt mondják, hogy hát már pedig a tanárok azok még túl sok pénzt is keresnek ahhoz képest, amennyit dolgoznak. Meg hogy sok nekik ez a pénz, meg sok a szabadságuk. Hát igen, hát ugye mindenkinek megvolt a lehetőség, hogy elmenjen diplomát csinálni. Úgy mellesleg mondom, hogy nem sok értelme volt így most, de annyiból igen, hogy viszont én így tanárként kerültem be a DX-embe, egy tanár a szponzorom, és nagyon örülök, hogy ő a szponzorom. Tehát ilyen szempontból már azt mondom, hogy mindegy és nem baj, de ez egy ilyen sztori. Jó, még valami nagyon fontosat akartam itt mondani a végére, és ezt a videót nem akarom megvágni, úgyhogy most gyorsan emlékezni akarok rá, hogy mi az. Ja igen, és hogy a videók megnövekedett száma, ez egyébként ez egy egész véletlen, mert nem azért, hát hogy lehet, hogy ha nagyon belemegyünk ilyen Friday a dolgokba, akkor azért jött, hogy hopp, indul az iskola, és megjön ez a mókuskerék, meg a stressz, stb., és akkor nyomjuk meg az üzletet. Nem, így jött, meglepően így jött egy-két téma nekem, úgyhogy rá se készültem, és tényleg így van, hogy az utóbbi napokban megnövekedett a videók száma. Úgyhogy szerintem, hogyha bárki úgy érzi, hogy francban megint dolgozik-e, meg már még mindig dolgozok, meg még mindig nem mentem el szabadságban ebben az évben, vagy csak ennyi volt a szabadságom, meg ennyi volt a fizetésem, meg hopp, levonták belőle a hitelt, már nincs meg a fele. Tehát, hogyha valaki ezt így látja, akkor szerintem lehet, hogy el kéne kezdeni gondolkodni valamiben, hogy esetleg elkezdeni több lábon állni, vagy bármi mással elkezdeni foglalkozni, mert én is ezt teszem. Oké, tehát nagyon röviden az emelem üzlet, a passzív jövedelem, ugye erre akartam kiukodni, erről is csináltam már videót, és túl sokat nem akarom ismételni magam. Ez a sok kicsi sokrom egy történet, amit én mutattam nektek, azok a rendelések, amiket leadtak eddig alattam, az is lett, hogy azóta már több van, mert tegnaphoz képest egyébként egyel több, mert tegnap még egyel kevesebb rendelést adtak le alattam. Tehát ez a sok kicsi sokra megy, így lesz passzív jövedelem, mert én ezekért abban az adott pillanatban semmi, tehát igazából az volt, hogy egyszer dolgoztam meg azzal, vagy egyszer sem, mert az a legutóbbi, az a belga nemzetiségű valaki, fogalmam sincs, hogy talált meg. Tehát abban a pillanatban nem dolgoztam vele, de megtalálta azokat az online munkáimat, mondjuk így, hogy munkáimat, műveimet,
amiket én csinálok, megtalálta, és az alapján úgy döntött, hogy beregisztrál, kipróbálja a terméket vagy az üzletet, és semmit nem csináltam vele. A többiekkel esetleg volt egy pici munkám, amíg egy-két e-mailt váltottunk, azóta ők automatikusan rendelnek. Nem mindenki minden hónapban, van aki fél évente, három havonta, akár csak egy doboz kávét, mert van, aki nem annyira kávémániás, hogy én is már megittam máma, vagy ötöt körülbelül, mert még lehet, hogy egyet be fogok tolni, meg még, azt mondja, még egy teját is megittam, de mindegy. Tehát mindenki más, abban például nem volt vele munkám, és ez így automatikusan jön, és ha csak, idézőjelben, csak ilyen kis törzsvásárlók lesznek, akiket imádok, mert ebből áll az üzlet, ugye, törzsvásárlókból. Ha csak törzsvásárlók csatlakoznak alá, akkor is passzív jövedelmet fogsz elérni, de ilyen sok kis és sokra megy alapon, ahogy ezt nektek mutogattam ezekbe a kis képernyő bevágásokban, vagy ilyen kis screenshot megszerkesztett képernyőmentésekbe, úgyhogy ebből áll a passzív jövedelem. Oké? Hogy az embereknek egyszer megtanítja az ember, hogy hogy kell rendelést leadni, vagy aki üzlettel foglalkozik, így egyengeti az útját az ember, hogy lenne érdemes csinálni, ha akarsz rám, hallgatsz, ha nem hallgatsz rám. Másképp is csinálhatod, mert a termékek működnek, a cég meg a marketingtel működik. Jó? Tehát ezekből áll össze a passzív jövedelem. Az új regisztráltaimmal kapcsolatban szerintem már elmondtam, egyetlen egy dolgot szoktam csinálni, mert azt is elmondtam, hogy én nem szeretek nyomulni az üzlettel, és ezt nem biztos, hogy kövessétek, ez az én gondolatmenetem. Én ezt az utánkövetés dolgot se szeretem, hiába, aki pedig a szponzorom és baromi sok pénzt keres vele, mindenképpen javasolja. De én nem szeretek utánkövetni, meg rákérdezgetek havonta dolgokra. Na, de aki magától beregisztrál hozzám, tehát látom, hogy leadta az első rendelését, ott van a neve, és nem ismertem, hogy ki ezt, tehát előtte nem volt vele kapcsolatom. Én erre a belga személyre is, ugye ott van az e-mail címe, ráírtam egy üdvözlő e-mailt, hogy üdvözöllek, angolul írtam neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél a bizalmaddal, hogy hozzám csatlakoztál az üzletben. Elmondom neked, hogy nem foglak se telefonon, nem is tudom a telefonszámot egyébként, de tehát nem foglak se e-mailben, se hogy másképp keresni soha, de ha bármi kérdésed van, keresél, azonnal reagálni fogok, vagy később pár perccel, tehát rögtön vissza fogok neki jelezni, amint időm van egy-két óra eltéréssel, és megadtam neki, ugye akkor ott a WhatsAppon a számomat megadtam, megmutattam neki egy messengeren, hol érheted, illetve ezen az e-mail címen, amin írtam neki. Tehát itt, hogyha valaki hozzám automatikusan csatlakozik, én ezt csinálom, elnézést, de még ezt sem akartam csinálni egyébként, mert láttam, hogy jó, leadtam, most írjak rá egy e-mailt, most minek, mizé, megkérdeztem a felső vonalamat, aki az egész európai piacot megnyitotta a DXN-re, és mondta, hogy figyelj Gergő, azért azt nem baj, ha rá is, szerintem írjál rá egy e-mailt, mert ha már így magától csatlakozott, akkor ennyit megér, de csak ennyit. És megfogadtam a tanácsát. De ha nem úgy gondoltam, hogy nem, akkor nem kötelező, de ennyit csináltam vele, oké? Tehát csatlakozott hozzám, és én ráírtam, hogy köszönöm, és itt vagyok, és bármikor segítek, de én nem fogom keresni, mert nyomulás, és nem nyomulok, oké? És ti se nyomuljatok, hogyha emelem üzletet építetek. Na, tehát sok kicsi sokra megy, így alakul ki a passzív jövedelem is, oké? Megdolgozol érte, az elején beleteszed a munkát, az elején kicsike lesz, vagy még semennyi, és utána szépen lassan beindul az üzlet, és utána miután beindult, azután meg Hawaii lesz, oké? Úgyhogy találkozunk valamelyik egzotikus szigetről majd nem sokára. Sziasztok, köszönöm a figyelmeteket!